Sziasztok! Ebben a videóban a Hambúval fogunk foglalkozni. Ez egy 9 centi hosszúságú rövid bot, és erről szeretném most beszélni, bemutatni néhány alapállást, néhány kamályt, ugye, hogy lehet vele csapni, védeni, mire is szoktuk használni. A ninjutsuban rengeteg különböző eszközt használunk, vannak tradicionális és vannak modernebbek, ugye a tradicionális ez például a ugye a katana, vagy ez a szamurájuknak a fegyver oldal, vagy a ninják is szokták használni, vagy ugye inkább az egyenes kard, ugye ez a ninja tó. Szóval ezek tradicionális fegyverek, hogy a mai világban már nem nagyon találkozunk velük így az utcai önvédelembe. Hát egy modern, az mondjuk egy kés, azon meg azért igencsak elő szokott fordulni, ugye az éjszakai utcai támadások során, szóval az egy modern eszköz. Ez még valahol a kettő között van, ez az egyik mester mondta régen, hogy az a hambu, ez az a jövő fegyver, mert hát előbb-utóbb mindenkinek lesz majd rá szüksége, amikor megöregszünk és telik az idő. De azért mondom, a kettő között van, ugye része, ugye a tradicionális dolgokat lehet vele tanulni, ugye blokkoltak, ugye hosszabb botokat, ugye miért van itt ez a hosszú bot, ez a gyorsan kitérek, ugye ez egy bow. És ugye ez a 180-as, a hambó, meg a ennek a fele. Tehát úgy történt, hogy egyszer a bow valamit kettőt tört, és így lett a hambó, így született ez a 90-es bot. Jó, ezzel is mutattam már egy-két gyakorlatot, majd erről is fogunk még beszélni egy másik videóban, de most legyen a 90-es bot a mai videó témája. Szóval ugye ez a kettő között van, ugye szokták régi tradicionális dolgokat is használni, de a mai világban az utcán is megtalálható, ha nem ilyen formában, de egy baseball ütő, hasonló hosszúságú szokott lenni. Vagy ugye a maga a bot, ugye itt a seprűnyél, a partvisnyél, vagy ha nem is fából van, de a hasonló dolgokra lehet használni, szóval ugye meg is találhatjuk, meg nem is, ugye attól függetlenül mennyire keressük, szóval azért van így a kettő között. Néhány egyszerű alapállást mutatnék az elején, tényleg ezek a videóknak az a célja, hogy most egy fekete szintre valakit is eljutassak, inkább ismeretanyag, terjesztés, hogyha valakinek tetszik a arcvizet, mindjárt szok, hát a kedvet kap, hogy én edzésre is. Persze azért szeretnék olyan videókat készíteni, meg olyan anyagot hogy átadni, amiből lehet valamit tanulni, de mindig elmondom, hogy önmagában a videó nem helyettesíti a rendszeres edzést, a dozsóba járást, a mesterrel való gyakorlást. Jó, szóval mindig kezdjük ezeket fenntartásra, úgyhogy én mindig most ilyen alapokat szoktam mutogatni, persze sokféle fajta kamály van, meg ütés, meg minden egyéb, de ez a három, ez a leggyakoribb, ez a Kataya Burinak hívják, Muna Muso, ez hát, ez Otonash. Jó, ez a három van, ugye általában ez olyan, mint egy Shizando kamály, csak ugye magam mellett van a bot, ugye itt pedig magam előtt, ugye ez már kitérünk, ugye három egyéb részre van osztva, ugye itt is a hüvelykújjaknak az állására majd figyelünk ki, és ezt is elmondom, és akkor ugyanez van a hátul, megint a hüvelykújjak állása, ez fontos, itt is ugye a közepébe fogom, ugye a végébe ezek is lehet ugye játszogatni, de általában ezeket az állásokat a Shizando kamály, és akkor itt vagy mondjuk ez a Hirano kamályhoz hasonlíthat. Jó, csak itt van magam előtt. Jó, és ez a Shizen, ez ilyen tényleg nagyon egyszerű, nagyon alapa. Jó, úgyhogy ez a három kamályt érdemes, aztán persze van, hogy a fejem fölé rakom, Jodan, hogy fogom itt is, megfogom egyáltalán, vagy csak csúsztatom. Úgy ezekből lehet csapni például, de ezzel megyünk, ezzel lehet itt megforgatni, lehet szúrni, ezekkel fogunk majd tovább menni. Aztán lehet persze a klasszikus baseball ütés csapás is, de ennél kicsit azért más témában mozgunk, ugye itt a harcművészettel. Van nekünk egy Shiho Uchinak hívják, ugye a Shiho az a négy irány Uchi meg a csapás, tehát ugye négy égtáj felé kell csapni, ugye attól függ, hogy éppen most melyik kamályba vagyok, úgyhogy ez is egy jó gyakorlat, hogy szokni az irányokat. Hát hátrafele most egy kicsit nehezebben dolgozok, de azért megvan a négy fő irány, és hogy hogyan érdemes csapni, hogyan érdemes forgatni, ez szinte minden bot használatra, tehát a bow a 180-as, ugye a jaw a 120-as, és ugye a hambow a 90-es, tehát ezt is hasonlóféleképpen használjuk, hogyha mondjuk csúsztatjuk, vagy tehát hogyha csapunk, vagy szúrunk, akkor ugye három egy részre osztjuk, és ebből három részbe szoktunk így mozogni. Ugye a két hüvelykujjam egymás felé néz, de a két hüvelykujjam egy irányba néz. Jó? Tehát ezek az alapállások, ezek a kéz tartások szoktak lenni, hogy innen csúsztatom, ugye ütök ugye halántékra egyik oldalról, másik oldalról. Ha máshogy fogom, ugye szintén meg tudom csinálni egyik oldalról. Jó, ez mondjuk egy Jodan uke, ugye fejre
mért ütés, ugye a halántékre célzik, ugye a botok mindig, mindig hosszabb, mi annál messzebbről tudom elérni, tehát a távolabbról történő távodása a célja, ugye majd távol tudom tartani az ellenfelet, sokkal messzebbről ugye elérni, nem kell közel harcba belebonyolódnom. Jó? Tehát ugye csapások, persze azt a állása is lehet játszani, ugye Ichimonji-nak az állása, jó, egy középről, egy Shizanokamai-ből, ugye mindig kitérek, mindig teljes testtel térek, így nem marad a középvonalba, jó, 45 fokba lehet hátra, 45 fokba ugye lehet előre, tehát a lába munkával is lehet játszani, ugye a kéz, ami talán igazán viszi az egészet, jó, tehát egy oldal, aztán most mennyire, ugye a hosszabbal, azt általában ide, remélem, még működik a mikrofon. Szóval ezt ide öfhöz visszük, ugye minél nagyobb, minél hosszabb, annál több erő kell, annál jobban testből kell forgatni egy eszközt, ugye minél kisebb, ugye a kés lehet akár csuklóból, és nem kell az az egész test, no, de erre figyelünk, hogy próbálunk arra törekedni, hogy egész testből menjenek a gyakorlatok, menjünk csúsztatni, hogy a két hüvelykőm egymás fele néz, egyikből, egyik a másikból lesz föntről, showmenucsi, ugye minél hosszabb a bot, annál jobban járok vele. Lehet lábra, gedan, lábsöprés, hogy a térdet elkaszálni. Jó, tehát ezek az ucsik, ezek a csapások, vannak a skik, ezek a szúrások, ezeket vagy a hüvelykujjama, vagy pedig a tenyerem közepével befogom a végét, hogyha ugye érintkezik a testtől, ugye akkor ne csúszol le a kezem róla. Jó, általában ezek ilyen csudán magasságok. Jó. Jó, ez a Joe, ez a klasszikus Joe szúrás, jó, az aikidósok dolgoznak ezzel. Sokat hambóval nem szoktunk így, a hambóval jó tényleg csapni, kicsit hasonló, mint a kard, ugye ez a kicsit ilyen klasszikus baseball ütős dolog. Jó, csapni persze lehet így, ám lehet egy kézzel, ugye hambót akár lehet egy kézzel, lehet két kézzel fogni, ugye minél hosszabb egy bot, annál jobban kell mind a két kezünket használni hozzá. Na, egy kis taktikai szünet után lemerült az aksi, tehát a jó ninja fel van készül, mindenre gyors csere után már folytatjuk is. Valahol itt hagyhattam abba, hogy ugye, a csapások, meg a szúrások, ugye ez a ski, ugye a hüvelykujjunkat, vagy a tenyerünkkel fogjuk be, vagy ha nem, akkor ugye az elsőre csavarunk rá, ez a csavaró mozdulat, ugye ez hasonlít, mint az ütésnél, ugye ez a skinél, ez a csavarásnál. Jó, szóval ugye vannak az ucsik, ugye gyors, még összefoglalva, nem tudom mennyi, vettem fel, vagy vennyitem, hogy ezek a csapások, ugye Jordan, Chudan, Gedan, három magasság, halánték, jó, lengőbord, vagy tér, ugye minél hosszabb volt, annál jobb, annál messzebb tudok távolni, szóval annál jobb a testből kell dolgoznom. Jó, és akkor vannak ugye a szúrások, ez is Jordan, jó, Chudan, hát Gedanra nagyon már nem szoktuk, hogy távolni, az lágyék rész lehet Gedan, jó, ezekkel szoktunk dolgozni, ugye három Kamaiból, Kataya, Buri, Unamuso, Otonás, ugye ezeket lehet, egy hambót ugye rövid lehet egy kézzel dolgozni, vannak ilyen átlós csapások, fölfele csapások, hosszabb botok, általában a két kézzel dolgozunk, ha hátam mögött van, ugye szintén lehet kicsapni belőle, lehet ilyen trükkösen kicsapni, jó, lehet ugye átfogni egyikből, átmenni a másikba, csapásból egy felső fejreütésre, ugye a kézfogások hüvelykúj vagy egymás fele, tehát vagy egy irányba, vagy egymás fele néz, ugye három-harmadból általában csúsztatni szoktuk, ugye szúrni szoktunk, mondom, csapni szoktunk, ugye egy kézből ki, és utána végén két kézből, vagy ugye mint a kard, ugye klasszikusan megy, két kézbe lehet blokkolni, ugye ezt is, hogy az ujjakat, hogy nehogy rám csapjanak, hogy rejtem el, jó, ez is fontos, különböző blokkok, lehet oldalról, jó, ezt is ugye a felületet, ugye maga, mint egy pajzs, és akkor innen visszatámadás, alulról visszatámadás, jó, tehát ez a három-harmad, meg ebben átmenetek, az amiből nagyon jól lehet dolgozni, hát Szumi Sensei szoktam mondani, hogy egy bottal, mindegy, hogy milyen hosszúságú dolgoz, úgy, mint egy lánccal, jó, tehát hogy folyékonyan, egyikből átmenni a másikba, mozdulatokkal, blokkokkal, védésekkel, jó? Csapásokkal, szúrásokkal, és egy lánccal, ha most nincs nálunk, dolgoz úgy, mint egy botta, legyen egyenes, legyen célra törő, a legrövidebb úton találjon el. Ja, úgyhogy én szerettem mondani, hogy a hambóval kapcsolatosan megosztani, tervezek majd technikákat is, páros gyakorlatokat is bemutatni, de úgy most először végigérek egy-két ilyen alap dolgon, mint a pusztakezes dolgokról, mint az eszközökről, és megismerkedünk, és akkor talán belecsapunk a technikai részében is. Remélem tetszett,
ha szeretném még hasonló tartalmakat látni, akkor jöttköz fel ez a csatorna, főleg ugye a harcolisz a ninjutsuval foglalkozik, mozgással, különböző gyakorlatokkal, testmobilizáció, sajátos edző, és akkor vannak légzi gyakorlatok és meditáció, úgyhogy remélem tetszett, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!